hang nem, nem változott, ugyanaz a gúnyos kritikán alul megjegyzések a polgármestertől. Hál' Istennek azért nem voltak olyan kirohanások, de én azt éreztem, tehát ezek a megjelenései nem vitték előre a közös párbeszédet és az együttműködést, de ettől függetlenül a Fidesz frakció több előterjesztéshez konstruktívan állt hozzá, és természetesen, tehát a város érdekében, amit kellett, meg amit lehetett, megszavaztunk. Összességében így értékelt a frakció vezető, aki szerint természetes, hogy a sürgősségi indítványként behozott Jászkerület Naprofit Kft. által kért fenntartás és pályázati bepótlást biztosította a város, hasonlóan a folklór kulturális közalapítvány kérelméhez. A szociális rendelet megváltoztatása volt az egyik fontos napi rendezülésen. Úgy gondoltuk, hogy mi is adunk be egy támogatási formát, Láttuk, hogy 5,8 millió forintra a tűzifa támogatás meg van hirdetve, de ezt kevésnek gondoljuk, hiszen ha 40 ezer forinttal átszámoljuk, akkor egy 130-140 családnak lehet ez elég. Mi úgy gondoltuk, hogy több rászoruló, akár egyedül élő, nagycsaládos, vagy akár rokkan nyugdíjas is van a városban, és ezért egy 20 millió forinttal megtámogattuk, meg, meg volna támogatni ezt a támogatási formát. Sajnos a városvezetés nem állt úgy hozzá. Tamás Zoltán szerint most lenne igazán fontos segíteni a rászorulókat az orosz-ukrán háború és az uniós szankciós politika okozta energiaválságban. Ők az eredeti előterjesztésnél nem véletlenül szerettek volna több családnak támogatást biztosítani, amit nem adtak fel és igyekeznek egyezkedni a városvezetőkkel. Egy újabb kardinális előterjesztés volt a közösségi közlekedés üzemeltetésének vitája. A kormánypárti várospolitikus szerint ebben sem történt előrelépés az elmúlt három esztendőben, pedig szerintük a saját kisbuszos konstrukció is opció lehetne, ha a pályázatot eleve nem a volánnak szabták volna ki. Be is jött, egy érvényes ajánlat volt a volánért, 1040 forintos kilométer árral számoltak, nagyon drága a városnak, ez így évente jelenleg most 80 millió forint körül, majd majd a harmadik év végén, mert az három éves szerződés pedig 90 millió forint környékén van egy évi támogatás. Tehát ez a három évre ez körülbelül 250 millió forint. A frakció vezető szerint ez a fájdalmasan sok kivizetés nem jó, de legalább működni fog a szolgáltatás a Jászfővárosban. Az ülés polémiái közül még a város háromnegyed éves pénzügyi helyzetét vizsgáló beszámolót emeltek ki Tamás Zoltán. Ebben jelentős városvezetői hibaként apostrofálta, hogy a Malomper 200 milliós kivitelezői visszafizetését betervezték a bevételi oldalon, ami most hiányzik. 2023-tól a Fidesz frakció szeretné, ha új hozzáállás, új stílus és új lendület vezérelni a képviselő testületet, élén egy együttműködőbb, higgadtabb új polgármesterrel.